Sziasztok, én Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig egy általatok ajánlott játékkal fogunk játszani, méghozzá a Scary Teacher 3D nevezetű androidos játékkal. Itt is vagyunk már a mi kis emulátorunkban, és meg is nyitom. Fú, de nem tűnik barátságosnak ez a tanár. De mégis miért ijesztő? Ez valami horror játék lesz vajon? Hát most azért vagyunk itt, hogy ezt az egészet kiderítsük. Én nem nagyon hallottam még ezelőtt erről a játékról. Szóval nézzétek el nekem, hogyha brutálisan béna leszek, illetve nem tudom, hogy mégis mit kell csinálni, ugyanis most próbálom ki életemben először. Az ennek a Gameplay csatornának a szépsége, hogy az első reakcióm látható itt. Szóval ez a tanár szívózik a gyerekekkel, és mindenki fél tőle. Hát olyan, mint nálam általánosban Anikó néni. De ő pontosabban csak engem szivatott. És kaptam szépen rajzketteseket. De hogy miért? Ez az emlékem annyira mélyen volt. Csak most tört elő bennem ez a játékunk miatt. Hoppá, hoppá! Hogy konkrétan prankelnünk kell majd a tanárunkat? Hát nekem találták ki akkor ezt a játékot. Keress egy egércsapdát, és ragd le az asztalhoz. Na, erről van szó. A tanárhoz Anikó nénit fogom oda képzelni. Folyamatosan szivattál engem? Hát most nagyon is visszakapod. Na, és ezt már én irányítom. Egyébként, hogyha esetleg... Miért nem tudom a kamera nézetünket irányítani? Ja, mert most tutoriál van, és azt csak most adja oda nekünk. Legalábbis remélem. Ja nem, most! Jó, oké. Hogyha még esetleg valaki nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornára, mindenféleképpen kérlek, tegye meg. Nagyon, de nagyon fura az irányítása, ugyanis a nézőknek több mint 70%-a nincsen feliratkozva. Mire vártok? Hát pörgetjük itt ezerrel a durvábbnál durvább gémeket, de egy kicsikét lejjebb halkítom ezt a játékot, ugyanis brutálisan idegörlő a zenéje. Na de fogom is az egércsapdát, és odarakom az asztalra. Már éppen mondani akartam, hogy nem lesz ez vajon feltűnő, de hát nem, mivel az újság alá raktuk, és lesz ilyen kamera meg minden. És végignézhetjük, ahogy bizony szenved a tanárunk. Ezt rajzkettesemért, Anikó néni! Bám! Hát meg is érdemled, hogy vérezzen a kezed. Fú, de gonosznak érzem most magamat, de hát ez a játék ezt hozza ki belőlünk. A most következő szintünkön pedig el fogjuk sózni a reggeliét. Durvább prankeket is tolhatnánk itt. De szépen fokozatosan haladunk, gondolom. De a legelső az bizony durvább volt, mint ez. Hoppá, hoppá, hát már rendes. Feltörjük itt az árat, meg minden. A bosszú az ilyen. Itt van a konyha. Ő pedig tévét néz talán a hálószobájában. Becsukom, ja nem, olvas? Olvas, jó. Hova rakta a kajáját? Hát de várjatok, már nem is kell ide bejönnünk. Lerakta oda. Jaj, hogy ez ilyen egyszerű, hát túl komplikálom. Az eleje az még ilyen könnyű akkor. Na! Másfelől kell megközelítenünk, nincsen semmi probléma. Itt is van a só. Megfogom a sót. És bizony. Futi, 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 le ne bukjunk. Megsóztam a műzliét. De mennyire kis naív, hogy telibe a nappali közepére kirakja a sót meg a műzlit. Mintha már rendes várna minket, és szeretné, hogy megszivassuk. Jó amúgy ez a megoldás, hogy folyamatosan van a tanárunknak kamerája, és ezért láthatjuk, hogy mit csinál. Azaz, hányjál csak! Mindent vissza fogsz kapni. Itt is van akkor a következő prankünk, ahol tönkre fogjuk tenni a tévéjét, nehogy tudja nézni a kedvenc horror műsorát. Kajakra azt nézi, hogy egy hasonló kaliberű tanár gyerekeket szivat. Hát rendes beteges már, amit művel, nem csoda, hogy minden diák fél tőle. Tudunk ehhez a pályánkhoz egy gázt szerezni, van olyan, amitől nevetni fog, van olyan, amitől táncolni, illetve olyan is, amitől bizony tüsszenteni, de én most a nevetősre mentem rá, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy mennyire para lesz a nevetése. Ja, hogy már alkalmaztam is nála, és őt elvesztettük, ugyanis csak folyamatosan nevet és nevet. De várjatok, már ennyi volt. Hát de mégis mi értelme volt akkor ennek? Ha találunk csillagokat, akkor a csillagok segítségével tudunk ilyen kis tippeket nézni, hogy mit kéne csinálni. Szerintem be kellett volna jutnunk már a házba rég. Aha, hogy már itt van egy csapda. De hova bújjak el? Valahova el kéne bújni. Bejövök mondjuk ide. Kéne keresnünk egy szerszámot, amely segítségével szét tudjuk törni a tévéjét. Ja, hogy a következő tippünkhöz nyomja a Just Dance-et. Hát rendes, mindjárt elkezd már tverkelni. Várja. Most jött ki a zeneszobájából. Szembe fogunk vele találkozni mi, és saját magáról van képe az otthonában. Zseni. Itt van még egy csillag nekünk. De inkább egy kalapácsot, vagy egy feszítővasat adnál, amely segítségével, ahogy szembe jöjjek vele. Itt vagyunk, jól van, megvan. Itt a tévé! Hát bizony, ezt már nem fogod nézni. Csak az a probléma. Én futok, én megyek, hogy nem tudom, hogy pontosan hol jár most, de bezárom az ajtót a biztonság kedvéért. És már ki is jövök a lakásából. Kellett neked szívoznod! Hát de én már elfutottam. Most bugos a játék? Vagy mi történik itt? Hát már nem is vagyok a házban. Kedves tanárnő! Mégis mi baja van? Bebugolt? Hát de csak nem. Én már meg szeretném nézni. Várjatok, visszajövök. Hát akkor megoldódik itt a probléma. És nem. Hát de meg szeretném nézni, hogy idegeskedik, és nem tudja nézni a kedvenc műsorát. De most mit csináljak? Így őszintén. Hát bugos a játék. Ezért nem szeretem az emulátorokat. Aha. Most pedig kijött a bug, mi? Hát persze, hogy kijött, el ne kapjon minket, merre kell kimenni? De nem már! Pedig vágjátok! Full sikeresen! Kijutottam már meg minden, csak beakadt a tanárnéni az ajtóba. Na de próbálkozzunk meg vele ismételten, hát ha most nem fog bugolni, annyira bosszantó tud ez lenni. Ő most szépen felmegy az emeletre. De nem néz maga mögé, ugye? Hát nem nagyon. Megfogom, be is töröm a tévét, és már én itt sem vagyok. Nem lesz itt kedvenc tévéshow. Kedves tanárnő. Aha. És már megy is le, hogy nézze a műsorát. Jó. Én már itt sem vagyok. Amiket felvettünk az előbb, azokat nem tudom már felvenni ismételten. Ugyanis nincsenek ott. Jó sok helyről meg lehet közelíteni a házát. Hát van itt létra is, meg minden. Na vajon mi történt? Csak nem a kedvenc diákod megérkezett. Rendes élem ezt a játékot. Minden felgyülemlett sérelmemet, meg traumámat a tanárokkal szemben itt most kiengedem. Aha, szóval ezek szerint Miss T-nek hívják, és elmegy most bulikázni, mi pedig tönkre fogjuk tenni a ruháját. Brutál komoly, hogy rendes sztoria van ennek a játéknak, meg minden. Rettentően tetszik, és nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyire élvezetes lesz. Olyan pokoli szomszédok flash-en van, egy kicsikét ettől a játéktól. Az a baj, hogy nem tudom, hogy pontosan mégis hol van a ruhája, de szerintem fent az emeleten. Ő most a konyhában van, és főz. Azaz, meg is van a ruha! Jó, most már csak azt kéne kitalálni, hogy hogyan tegyük tönkre. El tudunk itt bújni a szekrényekben, meg minden? Ha-ho, bármi, merre vagy, amivel tönkre tudom tenni a ruhát? Ja, hogy nem leöntjük valamivel, hanem ki fogom hasítani. Ezzel nem tudom kihasítani, mi? Hát, nem úgy néz ki, mint hogyha ki tudnám. Jöjjünk el errefele. Ha itt lemegyek, itt mi van? Ez a lenti konyha? Csak egy másik megközelítésből! Hú, de megijesztettél, ember! Miért? Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ott lesz. Nem voltam felkészülve. Durva, hogy egy ilyen játék rendes meg tud engem ijeszteni. Na de mégis, hogyan tegyük tönkre a ruhát? Jó, hogy itt egy olló! Jól van már. Hogy nem vettem észre az előbb ezt? Túlbonyolítom megint. Közben pedig egy nagyon kis egyszerű játék ez. Kicsikét átszabjuk. Robert divattervező intézkedik. Nehogy szembe jöjjek vele. Még a konyhában van, de mintha most kezdene kimenni a konyhából. Aha. Nem tudok lebukni úgy, hogy az ajtón keresztül nézem. Ja, hogy azon a titkos másik lépcsőn ment fel, ahol az előbbi lementünk. Jó lenne már egyébként ismerni az egész házat, ugyanis akkor sokkal, de sokkal jobban vágnánk itt a dolgokat. Megbántad már, hogy így bántál a diákjaiddal? Hát nagyon is remélem, hogy megbántad. Egy kicsikét azért rosszul érzem magamat, de ez nem tántorít el minket, hogy folytassuk is a következő prankünkkel. Most pedig egy gombos tűt kell raknunk a kanapéjára. Mennyire bénán vannak már ezek az animációk megcsinálva, minthogyha a mellkasára öntötte volna szinte azt a teát. Az biztos, hogy legelőször az asztalon fogom keresni a gombos tűt, ugyanis mi van akkor, hogyha telibe mellett... De miért csukom be az ajtót? Hát bőven nyitva hagyhatom. Itt csak a saját dolgomat nehezítem meg. Ide kell majd nekünk lerakni, oké. Na de mégis merre lehet a gombos tű? Most itt van bent a tévészobában. Jöjjünk be akkor ide. Csukd már be az ajtót! tanulószobában. Hát itt kéne lenni egy gombos tűnek, nem? Gombos tű! Haladjunk tovább, és remélhetőleg nem fogunk szembe találkozni vele. Nem is nézem szinte a bal felső sarokban az ő kameráját, ugyanis nem nagyon tudok kiigazodni abból. Bár azért próbálkozok. Aha, most szerintem felment, vagy itt van lent. Nem, itt nincsen. Hát de a tanulószobában kellett volna lenni a gombos tűnek. Aha! Nem vagyok itt! Itt mi van? Jó, hogy ekkorában van konkrét a medence, minden, brutál nagy ház. Mi jól néz már ki ez? Sauna is. Laza 12 személyes. Hát nem szórakozik a mi tanárunk, az biztos. De ez nem tanári fizetésből van. Na de akkor, hogyha messze vagyunk tőle, amikor elkap, van pince is a játékban, akkor simán el tudunk futni előle. Léci, legyél gombos tű! És nem lett az sajnálatos módon. De most is szerintem túl komplikálom, és egy nagyon egyszerű helyen van igazából. Én pedig már mindenhol megnézem, csak ott nem, ahol kéne lennie. Na most elkezdett futni felém, mi? Itt van. Futás! Futás! Tesó! Hát milyen titkos járatok vannak itt? Nagyon komolyan van megvalósítva ez az egész ház. Hát de csak a nappalihoz ott van még mindig. Egy közeli helyen lesz a gombos tű. A tévészobában nem néztük meg, ugyanis ott volt, amikor bementünk. Tuti, hogy ott lesz. Nézzétek csak meg! Ha játékfejlesztő lennék, én biztos, hogy odaraktam volna. Hát az lenne logikus. Nem tudom, hogy mégis mi a logikus benne, de ott lesz. Figyeljétek csak meg. Hogyha nem, akkor ötletem sincs, hogy hol keressük, de majd elmegyünk balra is. Nem már! Tesó! Megint olyan feltűnő helyen volt! Ide kéne rakni a teájához, és szépen rárakom a takarót. Észre se fogja venni, de mekkora gombos tű az. Ez bizony nagyon, de nagyon fájni fog neki. Menjél, szürcsölgesd csak a teádat. Kedves Miss T, úgyis annyira szereted. Csak nehogy a végén megfájduljon a feneked. Csak nehogy! Annyira gonosznak kell lenni ez a játékhoz, és át kell teljesen szellemülni. Még nem jött fullba össze, na de majd! A következő résznél, hogyha szeretnétek és bejött nektek ez a videó, ugyanis ennyi is lett volna most ez. Remélem, hogy élveztétek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, és akkor majd hamarosan jelentkezem a folytatással. Hogyha még a csengőt nem nyomtátok volna be, akkor kérlek tegyétek meg. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy újabb gameplay videóban. Holnap! Hello!